Nagyon drukkolunk a legkisebbnek, már is érkezik a színpadra Szelecki Dávid! Take my hand and come with me because I look so fine. I don't even wanna make you mine. I say I look so fine. I don't even wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your case. Now you don't need a mind when I look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Get back. Gonna be my girl. Let's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine. I don't really wanna make you mine. See, I look so fine. I don't really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your cakes. Now you don't need a mono in a face like, do ya? Long brown hair, she's so sweet with her. Get back, stay. What I could see, you are with me. That you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. Are you gonna be my girl? Szelecki Dávid! Úristen, 1, 2, 3, 4, 6 macit kapott Dávid itt a színpadra. Na, nagyon jó. Dávid, a 10-es kód, a 17-6-31-el pedig Dávid keresztnevet várjuk. Nyugodtan köhögjél. Bírtad azért? Kibírtad? Láttam, hogy egy picit kapaszkodtál, tehát nem volt azért egyszerű végének elni ezt a számot. De ezeket a lányokat nem nagyon érdeklő, hogy mi van a te egészségi állapotoddal. Bárhogyan énekelhetsz. Na, mit szól a zsűri Dávid produkciójához? Hát, ne... Ja, bocsánat. Mondd csak, Sándor. Kor szerint is sorrenden, tessék. Sándor, mondd csak. Barancsolj. Szólalj meg, Tamás. Nagyon hősies volt ez az egész. Tehát, hogy ezt te végigcsináltad, az jutott eszembe, a Jó barátok című sorozatban volt, amikor Phoebe egyszer megfázott, és aztán utálta, hogy el fog menni egyszer, csak jó, ez a jó megfázott rekedtség a hangjából, és próbált mindenfajta fagylaltot, meg nem tudom mit vett magához, hogy ez ne menjen el. Nekem fura módon, annak ellenére, hogy nehéz kontrollálni ilyenkor a hangot, most tetszettél a legjobban. Megértem ezt, hogy rohangálnod a hidegbe egész éjszaka, látod? Tényleg egyébként én úgy tanultam meg reketten énekelni, hogy amikor betegen énekeltem sokat, akkor ez a fajta hang megmaradt. Úgyhogy lehet, hogy ez most tök jót tesz neked. Vagy azóta, fogd föl így legalábbis. Azóta hogy vagy ezzel? Sándor! Én is valami ilyesmit mondanék, hogy tulajdonképpen nagyon jót tett magának, hogy megbetegedett, már a szónak előadó értelmében. A legjobb, azon kívül, hogy tényleg nagyon-nagyon ott volt minden a helyén, valószínűleg mert dupla annyit hívott elő magába a tartalékokból, hogy beteg, tehát ebből semmit nem lehetett észrevenni, de a beugrása az egészen frenetikus volt. Maga, most már uralja a színpadot, tehát látszik, hogy ez teljesen mozgásilag nagyon-nagyon ott van. Úgyhogy... Nem kívánom azt, hogy ne gyógyuljon meg, de valahogy ezt a hangulatot, meg ezt az erőfeszítést, ha továbbiakban is, ha marad, akkor ezt tartsa meg emlékezetében, és így adja elő a következőket is, mert rendben volt ez. Köszönöm szépen. Enikő. Sajnáltam, hogy nem a Presser számát énekelted ma, mert ő még a beteg költőkre is gondol, a náthás költőkre, a Maszathegyben. De betegen is édes vagy, Dávid.
Hát én nagy rajongód vagyok, tudod, és azért nem voltam ma teljesen megelégedve, és ez egy nehéz dolog a betegség, mert igazából az ember nem lesz beteg olyankor, amikor egy nagyon fontos küzdelem előtt áll, tehát ez egy, úgy gondolom, hogy ez most egy olyan pszichés határon vagy, hogy innen muszáj, hogy fölállj, vagy pedig elvérzel, én melletted vagyok, tudod, de hát felállt. Nagyon nehéz lesz ezután. És próbálok még felállni. Oké. Okay. Mikor Presser Gábor. Mondják azt így művészberkekben, és erre sokan esküsznek, és azt hiszem, hogy sokszor be is bizonyítodott, hogy a koncentráció, tehát az, hogy egy nagyon nagy művészi feladat előtt áll valaki, és egy dal eléneklése is lehet nagyon nagy művészi feladat, az tulajdonképpen meggyógyít. Tehát egyszerűen, és én tudom azt, hogy megtörtént sokunkkal már az, hogy betegen színpadra álltunk, és vége volt a koncertnek, és nem voltunk betegek. Tehát lehet, hogy neked ez a dal most abból a szempontból jót tett. Egyébként tényleg elég jól elénekelted ahhoz képest, hogy beteg vagy. Ami azt illeti, féltettem, hogy mi lesz a hangoddal, hogy tudsz énekelni. Az elején egy picit lötyögött a tempó, és az nem rekedtség kérdés. De majd az is összejön. Köszönöm szépen. Na hát, Dávidkám, utoljára ekkora sikered a zsűrinél nem is tudom, mikor volt. Pedig szerintem te most voltál legbizonytalanabb, nem? Így mentálisan, betegség miatt. Igen. Féltél ettől a mai fellépéstől? Eléggé tartottam ettől, hogy fog sikerülni, de hát... Szerintem jó volt. Én mindent kiadtam magamból, amit tudtam. És milyen állapotban vagy most? Most is lázas vagy még? Nem. Szerda reggel voltam csak lázas. Hát most csak a torkom fáj nagyon picit már. És ki ápolt? Mert azért ilyenkor az ember olyan magányos tud lenni, amikor egy megasztárházban lakik, nem? Az édesanyám. Édesanyád? Ja, mi? Följött ide Nagykőrösről? Igen. Ma reggel is és tegnap reggel is. És kedves barátnőd, nem? Ő sajnos nem tudott feljönni. Jobban vagy? Ugye ez a jövő héten, jobban. Ha bennmaradsz, vagy nem tudom, akkor jövő héten már 100%-os leszel? Persze, remélem. Jó, hát ezt most túlélted, és hát még kaptál macit, kutyát, mindent, kis állatkereskedést nyithatsz. Szerintem add el mind, és lesz egy jó gázsit. A futás a többiekhez. Szeretsz ki, Dávidia, 10-es kód, SMS-ben.